Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájutatta, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg a gyermeket, őrizze meg bejövetelét és kimenetelét, mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványá minden népet. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam ki néktek. És íme én kiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg azt a szent igét, amelyet erre az alkalomra választottak. Megírva találjuk Pál apostolnak a Korintusbeli gyülekezethez írott második levelében, az 5. fejezet 15. versében a következőképpen. Hallgassuk meg Istennek. Így ír az apostol a gyülekezetnek: Krisztus meghalt mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadott. Urunk, szentelj meg minket ígéddel, a Te ígéd igazság. Amen. Foglaljunk el. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ünnepre ültünk ma ide. Igen, mert a keresztelés az mindig ünnep. Hiszen ma mindenek Ura, Teremtője, Megváltója és Megszentelője szól és köt szövetséget Barnabással. Ahogy mondtam, szövetséget. De ez egy nagyon furcsa szövetség. Hiszen a mi tudatunkban ehhez mindig két fél kell. Ez meg is van. De a szövetségnek a lényege, hogy mindkét fél hozzáteszi a saját értékeit, és így egy nagyobb, erősebb dolog jön létre. Itt ez ma Istennél másként van. Talán első hallásra furcsa lehetett ez a felolvasott ige, amely haláról és életről szól, de nagyon jól visszaadja ennek a mai alkalomnak a lényegét. Hiszen itt ma csak az egyik fél ad. De ő mindent. A szó legszorosabb értelemben az életét adja. Hiszen Krisztus az életével fizetett a mi bűneinket. Barnabás bűneiért is. Azért, hogy tiszta lapot kapjunk. Azért, hogy ne azzal kelljen foglalkozni, ne azon kelljen agyalni, hogy hogyan fogunk majd elszámolni, hanem tudjunk a másikra figyelve élni az életünket. Az elszámolás, a számla kifizetése már megtörtént egyszer és mindenkorra, ott a Golgotai kereszten. Ezért lehetünk mi az Isten gyermekei. Ezért lehet Barnabás is az Isten gyermeke. De az, hogy a mai nap mit is jelent egy ember életében, hogy aztán ő valóban keresztény, krisztián, azonis Krisztus követő legyen, az a ti felelősségetek, kedves keresztszülők. Segíteni a szülőket a mindennapok küzdelmei között, akár úgy is, hogy a gyermek hitre nevelését átvállaljátok, vagy gondoskodtok arról, hogy ez megtörténjen. És akkor majd évek múlva, talán konfirmáción, talán később, talán éppen itt a Kissomlyói Evangélikus templomban, vagy valahol máshol, Barnabás is elmondhatja gyermekeinek, unokáinak, ki tudja hol és mikor, de hogy elmondhassa: igen, tudom, hogy Krisztus meghalt, értem is, és feltámadott, hogy ne ő magamnak, hanem másnak éljek.
Így legyen. Megváltó Úrunk Jézus Krisztus, fogadj kegyelmedbe a keresztség által ezt a gyermeket, és áld meg örökké való áldásodat. Ébreszd benne élő hitet, hogy ragaszkodjék hozzád. Éreztesd vele szeretetedet, hogy örömmel szolgálja embertársai javát. Maradj vele élete minden napján, hogy tiéd legyen most és ma örökké. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, akik Isten és emberek előtt felelősök vagytok egy gyermekért, kérdezlek titeket. Ellene mondotok el gonosznak, minden művének, cselvetésének, ellene mondotok el. Akarjátok el, hogy ez a gyermek a szentkeresztségben részesüljön, ezzel Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen, akarjátok el. Vállaljátok, hogy az evangélikus egyház gyülekezetünk segítségével gondoskodtok egy gyermek hívő keresztény
Őt a Szent Keresztségben gyermekévé fogadta, nektek pedig erőt adott, hogy hálát adjatok ajándékáért és megtartó irgalmáért. Áldjuk és magasztaljuk az Urat kimondhatatlan jóságáért. Tőle kérjetek erőt, bölcsességet, hitet, szülői hivatásatok hűséges betöltésére. Imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyei Atyám, hálát adunk neked, hogy ezt a keresztény, hogy ezeket a keresztény testvéreinket megsegítetted. Hálát adunk a gyermeküket a Szent Keresztségben gyermeketté fogadtad, és az üdvösség részesévé tetted. Kérünk, oltalmazd meg az édesanyát, édesapát, gyermeküket minden gonosztól. Adj elő szülői hivatásuk hűséges betöltésére. Adj nekik élő hitet és bölcsességet, hogy gyermeküket a te akaratod szerint Isten félelemben és hitben neveljék. Áld meg őket jóságoddal, és tartsd meg a hozzád való hűségben mindvégig, ami örül Jézus Krisztus által. Amen. Tegyetek közelebb, és fogadjátok az áldást. Áldjon meg titeket a mindenható Isten végtelen szeretetével. Adja meg nektek irgalma gazdagsága szerint a családi életetek boldog és békés legyen. Ő ízze meg benneteket minden veszélyben, és vezessen el az örök életre. Amen. És most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot, mert reménységünk szerint a gyermeknek is minden nap imádságára. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Amen.